Szeretettel üdvözlök mindenkit, dr. Roza Orsolya vagyok, és az Egészséglabor mai műsorában Szabó Adrienna vendégem, aki a Semmelweis Egyetemnek a sebészet és transzplantációs osztályán, klinikáján dietetikus, másik szakterülete a sporttáplálkozás, és már egyszer beszélgettünk januárban a könyvével kapcsolatban, a magyar superfoodról volt szó, viszont annyi mindenre nem jutott idő, hogy beszéljünk, ami a táplálkozással, életmóddal kapcsolatos, hogy szerettem volna, hogyha még egyszer eljön, és nagyon örülök, hogy igent mondott, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is örülök, hogy itt lehetek. A mai podcastnál én főleg a gyulladásos megbetegedések miatt a gyulladáscsökkentő étrendről, életmódról szeretnék főleg beszélni, ugyanis szerintem nagyon kevesen tudják, hogy a krónikus gyulladásos megbetegedések a halálesetek több mint feléért felelősek, és ide tartozik a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a Alzheimer-kór, asztma és még autoimmun megbetegedések. Ezeknek mindnek a hátterében krónikus gyulladás van. Igen, ugye ezeket hívjuk sokszor civilizációs betegségnek, ki hogy ismeri őket jobban. Abszolút, mert hogyha én is ott vagyok a gyógyszertárba, akik bejönnek, igazából ezekkel a betegségekkel keresnek meg, és erre való gyógyszereket visznek. Viszont nagyon kevés szó esik a táplálkozásról, hiszen hányszor megesett az, hogy mondták, hogy de hát nem használ a gyógyszer. Mert igen, nehéz ellensúlyozni gyógyszerrel néha egy életmódot, amit a nap 24 órájában csinálunk. És éppen ezért szerintem már egyre jobban bejön a médiába is, hogy gyulladáscsökkentő étrend, hogy mi is az. Többféle ilyen lehet, főleg a mediterrán szokták mondani, és ugye ennek több alapköve van, és ezt szeretném picit végigvenni. Az egyik első pedig a rostok. Ugyebár a rostoknak leírták, hogy ezeket a gyulladásos anyagokat a bevitelük csökkenti, akkor a elhízással, cukorbetegséggel fordítottan arányosak, tehát minél több rostot viszünk be, annál kisebb a kockázata. Sőt, múltkor olvastam egy vizsgálatot, ahol 6 hónapig adták újszülötteknek prebiotikumokat, rostokat, és sokkal kevesebb volt a fertőzéses megbetegedés. És erről szoktunk olvasni, hogy rostok így, úgy, amúgy, de igazából mik is ezek? Mik a rostok? A rostok ugye ezek összetett szénhidrátok, tehát ha úgy nézzük, amikor azt mondja valaki, hogy nem szabad cukrot enni, mert hogy a gyulladásos folyamatokért a cukrok felelnek, akkor ott mindig tisztázni kell, hogy mire is gondol az illető, amikor azt mondja, hogy szénhidrátmentesen eszik. Ugyanis ugye a nagyon hosszú, láncú, nagyon sok szénhidrát molekulából álló összetett vegyület lesz majd a rost, aminek ugye több csoportja is van, lehet vízben oldódó, vízben nem oldódó, ugye nagyon sokszor ezt élelmi rost néven is emlegetjük, és onnan is lehet tudni, hogy a rost az nagyon fontos összetétel szempontjából egyes élelmiszernél, hogy amikor megnézünk egy csomagolt kenyeret mondjuk, ami rajta van a tápanyagtartalma, akkor az energia, fehérje, szénhidrát és zsírtartalom mellett külön feltüntetik a rost tartalmat is. Ezek a rostok, van, aki fél tőlük, mert ugye puffat lesz tőle esetleg a hasa, és akkor jaj, nem akarom, hogy látszódjon, akkor nem eszek rostos ételeket, meg valaki azt hiszi, hogy egyenesen hízlal a rost, mert hogy utána nagy lesz tőle a hasa, ilyennel is találkoztam már. De ugye ezek nagyon jó dolgok, és hát nyilván itt szóba jön az egyik kedvenc témád is, a bélflóra. Hát igen, ugye bár, mert a rostoknak az egyik olyan mechanizmusát már leírták, hogy a baktériumaink fermentálják őket, és rövid szénláncú zsírsavak keletkeznek belőlük, amik utána az immunrendszer szabályzó sejtjeire hatva igazából modulálják az immunrendszerünket, és így vezetnek gyulladás csökkentéshez. De ez csak egy része, amit már tudunk. És múltkor például olvastam egy olyat, ahol annak volt autoimmunbetegségükben jó hatása, hogy nem fermentált rostot, tehát valószínűleg nem a baktériumoknak a termékei voltak azok, amik ezt lecsökkentették a gyulladást. Úgyhogy ez biztos, hogy izgalmas téma, és szerintem még nagyon, akár még gyógyszer is lehet belőlük, ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Hát igazából, amikor azt mondja valaki, hogy én sok rostot eszem, mert hogy eszek rostkapszulát, meg megeszek minden nap egy kanál úti fűmakéjat, annyira sajnálom, hogy az emberek ilyen apró készítményekkel próbálják kipipálni, hogy megvan a rost bevitelem, és ilyen, tehát mondod, hogy jó lehetne belőle gyógyszer, és nagyon jó lenne, ha terápiás jelleggel is be lehetne illeszteni, de olyan jó lenne, ha tudnánk, hogy mennyi mindenben van rost, és mennyire nem kell egy gyógyszer, vagy egy kivonat, vagy egy kapszulába, vagy egy tablettába zárva a rost, hanem
be tudjuk vinni az étkezésünkkel teljes mértékben azt a mennyiséget, ami tudja az immunrendszert ilyen mértékben uh-huh. befolyásolni. És akkor jön is a kérdés, hogy miben van rost, vagy miben van sok rost, miben mennyi rost van? Hát akkor elmondom így a fő rost forrásokat, a gabonafélék. Nyilván ebből is a teljes értékű. Mert hogyha mondjuk egy finom lisztre gondolunk, annak nagyon alacsony lesz a rost tartalma, mert a korpa részét azt eltávolítják, az kerül bele mondjuk a búza korpába, de a teljes kiörlésű lisztbe abba benne marad. Tehát a gabonafélék. Olajos magvak, hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök. Ezekben mind van rost. Ugye a rostnak mondtam, hogy van vízben oldódó, meg nem oldódó. Nem tudom, hogy ebben a részébe belemenjek-e, vagy ezt részletezzem-e. Hát olyan szempontból izgalmas, hogy a vízben oldódóakat tudják a baktériumaink ugye fermentálni, tehát azt is jó, hogyha beviszünk. Igen, csoportosíthatjuk. Én azért gondolkozom most ezen, hogy így, és egy tanácsadáson is felmerül, hogy most 60 percbe, 90 percbe mennyire fér bele, mert valaki akkor fogja igazán beépíteni az étrendjébe, ha tudja, hogy miről van szó, valakinek meg egyszerűen csak elég az, hogy elmondom, hogy egyen rostosan. De ugye mondjuk vízben oldódóakat azért érdemes hangsúlyozni, mert ahogy te is mondtad, hogy gyulladásos bélbetegségek, krónikus problémák, ezek milyen sokszor jelen vannak, és mikor valakinek van egy emésztőszervrendszeri gyulladása, akkor ott a vízben nem oldódó rostokat, tehát amit az előbb is mondtam, búzakorpa, annyira nem javasoljuk, de mondjuk az olyan vízben oldódó rostot, mint például a pektin, ami például az almába is van, vagy a virsalmába, vagy például vízben oldódó rost a zabnak például a beta-glükán tartalma. És az például kifejezetten, is így van. Azokat például kifejezetten javasoljuk nekik is, de rost, ami táplálja a bélflórát, tehát mondjuk, vagy mondjuk a bélflórának jó tápanyag lehet, az megtalálható, tehát kár lenne most megjegyezni egy zöldséget vagy gyümölcsöt, mert az összes zöldség, gyümölcs tartalmaz valamilyen szinten olyan anyagot, ami fogja a bélflórát táplálni. És ugye az ajánlásokban általában az szokott lenni, hogy egy olyan 25-35 g rostot kéne bevinnünk. Állítólag most úgy kb. 15 g-ot, 10-15-öt vízbe egy átlag ember, és hogyha visszamegyünk pár tízezer évet, akkor ott olyan 55 g-ot ettek az őseink. És, de mit is jelent ez? Mert amikor először olvastam, és elkezdtem számogatni, hogy akkor most tök jó, hogy tudom, hogy 35 gram, de mi az a 35 gram, mondjuk, hogyha így tárgyasítjuk. Mit rakok a tányéromra, amiben van 35 gram? Nagyon sokan, amikor a rostot említjük, arra gondolnak, hogy zöldség, gyümölcs. Egy ilyen példa kedvéért, hogy mondjuk egy tököt mondjak, tök közeli alapanyag, vagy mondjuk most szezonja van a spenótnak, leveles zöldségeknek, ezekben ilyen nagyon kevés rost van, tehát ilyen 100 grammot, vagy hogyha azt nézzük, hogyha az mindenki számára triviális, hogy a töknek körülbelül 95% a víz. Tehát ezeknek szerencsére magas a víztartalma, kevés bennük viszonylag a rost. Attól persze nagyon értékesek is, rengeteg fitovegyület meg hatóanyag van benne, ami miatt kell, de ha azt akarom mondani, hogy hatékonyan akarok rostot bevinni, akkor például egy teljes kiörlésű kenyérbe akár ilyen 10-12 gram is lehet 100 grammonként is. Ezt azért szeretem kihangsúlyozni, hogy teljes kiörlésű kenyér, mert azt hiszik, hogy jaj, csúnya szénhidrát, de egyrészt benne lesz sok rost, tehát hatékony rost bevitel lesz, másrészt ugye a teljes kiörlésűben ott van a teljes gabonaszem, ezért benne lesz minden telítetlen zsírsav, E-vitamin, antioxidánsok, vitaminok, ásványi anyagok. És akkor, hogyha ezt még jobban a gyakorlatra akarom átfordítani, ha mondjuk elképzeljük, hogy egy tenyérnyi szelet kenyeret eszünk meg ebből a teljes kiörlésű kenyérből, akkor az körülbelül, hogyha egy jó tömör kenyér, akkor az olyan 70-80 gram is lehet. Tehát, hogyha megeszek 80 gram kenyeret reggelire, és mondjuk nem volt időm főzni, és egy jó szendvicset eszek meg ebédre mellé még egy adag salátát, akkor azzal már majdnem beviszem a napi ajánlott rost bevitelemet. És mi van azzal, mert én mondjuk cöliákiás vagyok, tehát nem fogok teljes kérdés kényet enni. Én nagyon szeretek ezerféle zöldséget enni. Például ott van mondjuk egy brokkoliból. Mennyi van abban? A brokkoliban nem fogom tudni fejből, mert nem is akarom tudni ezeket, mert nem számít, hogy most ebbe 3 gram rost van 100 grammonként, vagy 4, vagy esetleg 5. Az biztos, hogy ha a brokkolit nem főzött pépesre, és utána nem csinálsz még belőle krémlevest, akkor magasabb lesz a rost tartalma, illetve ez szól úgymond a nyers vegánok ellen, de pozitívan megfogalmazom, ez szól a főtételek mellett, hogy miért fontos főtételt enni, miért hangsúlyozták azt, hogy
kislányom, kisfiam a kollégiumban ne csak a gyors kaja, hanem egyél főtételt, azért jó, mert ha megfőzünk valamit, abból nagyobb mennyiséget eszünk. Tehát, hogyha mondjuk nyersen akarnánk megenni, a brokkoli nem jó példa, de mondjuk nyersen akarnék megenni spenótot a szendvicsbe, abból nem fogok megenni 100 grammot. Uh-huh. Ezzel szemben, ha csinálok egy spenót főzeléket, vagy egy parajos tésztát, akkor abba simán belerakok 200 g spenótot, mert ugye összeesik, meg a brokkoliból is simán megpárolok magamnak akár 200-300 g-ot is, és az már lehet egy jelentős rostbevitel, tehát hogyha mondjuk most jól mondom, akkor 4 g rost van benne 100 g-onként, akkor ha én megeszek egy akár brokkoli főzeléket, vagy párolt brokkolit is, 200-300 g-ot is megeszek, én simán megeszek annyit, akkor az nagyon hatékony. És hogyha mondjuk cöliákiáról van szó, akkor ott szerencsére a gluténmentes gabonafélék, például a hajdina, köles, amaránt, kinoa, ezeknek is nagyon jó magas rost tartalma van, tehát nem igaz, hogy attól, hogy nem eszel teljes körlésű, de attól ne lehetne tökéletesen. A köles meg a kinoa azért az szokott lenni. Úgyhogy igen. Illetve hát a hüvelyesek. Uh-huh. Ugye azok is nagyon magas rost tartalmak, tehát azok bőven 10 fölött van a rost tartalmuk, azoknak is 100 grammonként. Tehát egy jó lencse főzelékkel. Például, uh-huh. igen. Vagy egy saláta, amiben lencsét uh-huh. is keversz, hogy legyen benne növényi fehérjeforrás, az tökéletes. Ráadásul, hogyha még nálam maradhat a szó, vacsorára ugye sokan nem mernek szénhidrátot uh-huh. enni, és tényleg ne legyen tele a vacsora szénhidrátokkal, mert az milyen jó tápanyagforrás lesz az agynak, és akkor jönnek a rémálmok. De ugye a hüvelyesekben sok triptofán is van, ami segít kicsit a pihentető almásban, ugye az oxitocin termelődése miatt, úgyhogy hüvelyes. És akkor a rostok mellett ugye a másik egy alap köve a gyulladást csökkentő étrendnek a glikémiás terhelés. Azt is megfigyelték, hogy minél alacsonyabb a glikémiás terhelés, ott is ezek a gyulladásos anyagok kevésbé képződnek, mert ugyebár ezt mindjárt meg is fogom kérdezni, hogy pontosan mi az, de ugye a magas vércukorszinttel függ össze, és hogyha magasabb a vércukor, az egy oxidatív stresszt fog okozni, és ezt egyszer hallottam egy annyira jó példát, hogy ugyebár a cukor ragadós, és hogyha nagyon leegyszerűsítsük, akkor képzeljük el, hogyha az belénk megy, akkor a ragadósá teszi a kis fehérjeinket és a lipidjeinket, és azok aktiválják, azok picit máshogy fognak kinézni, és aktiválják az immunrendszerünket. Tehát ezért nem jó, hogyha van egy tartósan magas vércukrunk. De mi is az a glikémiás terhelés? Mert már én a glikémiás indexet ismertem jobban, úgyhogy most kezdtem el ismerkedni magával a terheléssel. Én is a mindennapi gyakorlatban a glikémiás indexet használom. Ugye ez azt mutatja meg a glikémiás index, hogy milyen gyorsan szívódik fel az étel szénhidrát tartalma. A glikémiás terhelés az azt is figyelembe veszi, hogy az adott ételnek milyen mennyiségű a szénhidrát tartalma. Mondok egy példát. Azzal jön hozzám minden cukorbeteg, hogy én már tájékozottam, mindent elolvastam, tudom, hogy mit nem ehetek, például nem ehetek banán, dinnyét és szőlőt. És akkor mindig mondom, hogy na jó, de azért a dinnye nincsen ám megtiltva, tehát hogyha egy nagyon kevéssé jól edukált betegről van szó, én is lehet, hogy leegyszerűsítem, hogy ne egyen dinnyét, mert nem fogja megérteni, hogy 100 g-ot ehet belőle egyszerre. De ha nézzük, hogy a dinnye bár gyorsan felszívódik, tehát magas a glikémiás indexe, mert sok víz van benne, meg a gyümölcscukor, gyakorlatilag vízben oldott gyümölcscukorról lesz szó. De ha megnézzük, hogy 100 g dinnyében 7 g szénhidrát van, és ha meg tudom tanítani a betegnek, hogy abból igenis egyszerre, bár bevallom, röhelyesen néz ki 100 g dinnye egy kis tálba, de ha mondjuk azt mondjuk, hogy 200 g dinnyét egyen meg, az még mindig csak 14 g szénhidrát lesz, és hogyha cukoranyagcsere zavara van, kizárólag akkor kell erre rápörögni, mert hogyha egy egészséges embernek van egy mondjuk egy gyulladásos bélbetegsége, de a cukoranyagcseréje jó, akkor ott nála úgysem fog az a dinnye, ha megeszik belőle 300 g-ot is, az inzulin fogja neki szabályozni, hogy ne legyen olyan magas vércukorszintje. Tehát vannak olyan betegek, akiket nem terhelek még ezzel, mert az plusz egy stresszfaktor lesz nekik a 21. századi stresszterhelés mellett. De egyébként egy jól edukált cukorbetegnek meg lehet tanítani, hogy mikor lehet egy alacsonyabb glikémiás terheléssel járó ételt beépíteni. Így például a dinnye nincsen megtiltva, mert nincsen benne sok szénhidrát 100 g-onként. És hogyha valaki nem akar számolni, nincsen cukoranyagcsere problémája, akkor hogyha szeretne egy picit alacsony glikémiás terhelésű étrendet kialakítani, mi az, amire főleg figyeljen? Van valami olyan... Ha nem kell rá figyelnie, mert nincsen cukoranyagcsere zavara, akkor nekem az a tapasztalatom, és lehet, hogy most túlságosan emberi, és nem eléggé tudományos szempontból fogom ezt megközelíteni, de annyi információval találkoznak a betegek. Olyan
csak egyszerűen gyógyszer áradatot kapnak, meg étrendkiegészítőt magyarázat nélkül, hogy néha azt kell megtanítanom, hogy merjenek szabadabban enni, mert benne van egy betegcsoportban, akkor ott már megtanították neki, hogy a cukor az káros, és a cukor az méreg, és táplálja a daganatsejteket, és hogy nem ehet semennyit, és elmondom, hogy hogyan kell felépíteni egy egészséges táplálkozást hétfőtől vasárnapig, és mikor elmegy a nagymamához, és ott van egy linzer, akkor nem mondom meg neki, vagy nem mondom azt, hogy ne egye meg azt a linzerkarikát, mert annyi cukortól semmi baja nem lesz, ha nem cukorbeteg. Bár hozzáteszem, még egy cukorbetegnél is néha be lehet kalkulálni. De igen, ezért van az egyénre szabott tanácsadás. Csak gondolom azzal is, arra is kell figyelni, hogyha azt mondjuk, igen, az egyénre szabott segít jön be, mert valakinek, hogyha azt mondjuk, hogy néha belefér, akkor lehet, hogy néha minden nap lesz. És lehet, hogy valakinél azt fogom mondani, hogy nem néha nem fér bele, mert ha 3 tanácsadáson keresztül magyarázom neki, hogy hogyan fér bele, akkor se fogja megérteni, hogy hogyan. Ezt fel kell mérni, és azt mondani, hogy nem, sajnos nem fér bele. Igen, amúgy sajnos szerintem a mai betegkezelésben az egyik probléma az, hogy az egyénre szabottságra nincsen idő. Hogy mindenkit csak ilyen silókba rakunk be, hogy ő cukorbeteg, ő ezt kapja, ő pedig annyi változatosság van betegségről betegségre. Hiába ugyanaz a címke, teljesen más lesz mögötte a gyökérok, teljesen más lehet a hozzáállás, ami kéne, vagy más szerekkel. Igen, és az az érdekes, hogy én adhatnék, például én nem adok sablonszerűen étrendet sosem, mert hiába az elmélet ugyanaz lenne mindenki számára, tehát mindenkinek leírhatnám, hogy mit jelent a glikémiás terhelés, de azért nem adok 50 oldalas tudásanyagot a betegnek készen, mert ő azt otthon már nem fogja tudni értelmezni, hogy az ő betegségére hogyan kell applikálni azt az elméletet, mert lehet, hogy megijed, hogy ez mit is jelent, erre lehet, hogy nekem fontos odafigyelnem, hiszen hát a dietetikus odaadta. És nem egy olyan beteggel találkoztam, aki például ez szerintem sibós betegről volt szó, de már nem vagyok benne biztos, egy olyan tanácsadó anyagot kapott, amiben leírták Ádámtól, Évától, hogy mit jelent a fehérje, a szénhidrát, a zsír, és egy oldalnyi volt, ami ténylegesen a betegség kezeléséről szólt, és megkérdeztem, hogy hasznos volt ez az anyag? És nem, pedig sok értékes infó volt benne, tehát, hogy nincsen sablonkezelés. Igen, van, akit jobban érdekel mélyebben, sejtszinten valaki, meg tényleg csak. Harmadik alapkő, omega-3, omega-6 zsírsavak. Nekem ez az egyik nagy kedvencem. Én is nagyon szeretem. Mert szerintem nem annyira van rajta hangsúly, nagyon sokat hallunk a vitaminokról, és hogy szedjük a multivitamint, de arról, hogy mennyire nagy szerepe van, főleg a gyulladásos betegségekben, például az omega-3-nak, arról sokkal kevesebb szó esik. Mert hogy az omega-3, omega-6 arány, ezt nemrég posztoltam Facebookon is, ez réges-régen olyan 1-1 volt. És ez azért fontos, mert ugyanazokat az enzimeket használják, az omega-6 és az omega-3 zsírsavak, csak az omega-3-ból gyulladás csökkentő anyagok keletkeznek, az omega-6-ból gyulladásosak. Ami teljesen rendben van, mert szüksége van a szervezetünknek a gyulladásra, de hogyha ez eltolódik, ez az arány, ami a mai étkezésben akár eléri a 20-25 az omega-6, és ahhoz képest 1 az omega-3, akkor viszont el fog tolódni ez a gyulladásos anyagoknak az irányába. És ezért akár egy halolajkapszula, akár az omega-3 bevitelének a fokozása, omega-6-nak pedig a csökkentése ugye nagyon jó lehet. De szerintem sokszor nem is tudjuk. Az omega-3 meg a hal úgy nagyjából megvan, de azért másban is van. Tehát miben van még omega-3, vagy miben van omega-6, amit esetleg érdemes csökkenteni, vagy hogy érdemes kicserélni esetleg egy jobban omega-3-asra egy omega-6-os mondjuk olajat? Most azért nevettem fel, mert hogy mondtad, hogy ott azt tudjuk, hogy omega-3 az hal, de hogy én néha azt érzem, hogy azt hiszik az emberek, hogy én olívaolajat használok, és akkor azzal már ki van pipálva minden. Omega-3. Annak is nagyon sok jó hatása van, de nem azért, mert igen, és hogy zsírsav összetételben ugye az gyakorlatilag szinte megegyezik a napraforgó olajunkkal, és azt hiszik hatásban az emberek, nem. Hogy hatásban nem, de amikor a főzéshez való olívaolajat használja ugyanúgy, mint a napraforgóolajat, akkor ott gyakorlatilag mondhatjuk, hogy semmit nem tett. A legmagasabb omega-3 zsírsav tartalmú olajunk az a lemmagolaj. Viszont ott a lemmagolajnál azt szeretném elmondani, hogy ugye a lemmagból nem hasznosul egyáltalán az omega-3. De még a lemmag töredből sem, mert olyan maga... 10%-ban hasznosul. Mármint, hogy miután úgy érted a hasznosulást, hogy amikor bekerül és abból hogy alakul át, vagy a felszívódása? A felszívódása. Ja. Mivel olyan magas a rost tartalma,
olyan, igen, a rostartalma, annyira ilyen antinutritív anyagnak számít a rostartalma, hogy abból nem hasznosul rendesen. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy... És ha ledaráljuk, az egy fokkal jobb? Olaj. Uh-huh. Olaj. Az lesz hatékony. A ledarált nem. Még mindig nem. Ide csak zárjában annyit mondok, hogy ha viszont nem az omega-3-at nézünk, magának a darált lemmagnak viszont nagyon sok egyéb jó hatás abszolút. Van. Igen. Ezért mondom, hogy nincs olyan, hogy valamit nagyon együnk, valamit egyáltalán nem. Mindennek megvan az oka, hogy miért lehet, miért kell, mibe jó. Tehát mindent kell lenni, mert mindennek van valami jó szerepe. De hogyha omega-3-at nézünk, akkor a lemmagolaj. Ugye az fontos, hogy abból nem lesz EPA vagy DHA, tehát hogy... 10%-ban, 5-10%-ban. Hát, igen. És ugye ez az átalakulás, ez hatékonyabb a vegánoknál. Aki vegyesen táplálkozik, annál még kevésbé hatékony, de oké, legyen. Egyezünk meg az 5%-ba. De hogy ez egy nagyon jó forrás, és egyébként meg igen. Még a dióolaj is, vagy a dió maga, az is lehet jó omega 3. Hát egyébként meg a halak. És itt a halakra, hogyha átcsaphatok... Igen, gondoltam, hogy átfogsz a fenntarthatóság miatt. Hát igen, de ugye ugyanazért a fenntarthatóság, mert teljesen jó omega-3 zsírsav tartalma van mondjuk egy pisztrángnak is. Ugye, ami a lazacfélék családjába tartozik, tehát nem meglepő, hogy a pisztrángnak is van jó omega-3 tartalma, illetve például a busa. De még a többi édesvízi halunkban is lehet viszonylag. Ami miatt ezek nagyon jók, jó, az egyik a fenntarthatóság, a másik meg, hogy egy nagy üzemi, egy globális piacot ellátó haltenyésztő telepen annyi káros hatás is éri azokat a halakat, hogy lehet, hogy több lesz kicsit az omega-3 alazacban, mint mondjuk a hazai busában, de valószínűleg a káros anyag is több lesz benne. Tehát én emiatt, azért elsősorban én még mindig dietetikus vagyok, és az emberek egészségvédelmiben vagyok jártasabb, ugyanis azt tanultam 4 éven keresztül. A fenntarthatóságban még kicsit autodidakta vagyok, meg azért még nem az elsődleges, hanem az emberek egészségvédelme. De az is diktáltatja velem azt, hogy fogyasszunk hazai halakat. Igen, és aki meg nem szereti a halat, mint például én, pedig nagyon igyekszem, esküszöm. Na, ebben majd segítek. Hát, hogy légy szíves, mert tényleg én már nincs olyan hal, vagy semmilyen tengerbe élő dolgot nem tudok megenni. Amikor Tajvanon kutattam, akkor volt, hogy egyfolytában olyan éttermekbe mentünk, ami tengergyümölcsei étterem volt, és féltem megmondani a professzornak, hogy én utálom, mert hogy ő meg szerette volna mutatni, hogy az ő országában mik vannak, úgyhogy mindig mosolyogtam, és lenyomtam olyan dolgokat, amik visszanéztek rám, többen is. Na, mindegy, de az egy traumatikus élmény volt, de mindent megettem mosolyogva, de semmit nem élveztem, és főttől nyersen át tényleg mindent kipróbáltam. Igen, amikor így előhozakodtam egyszerű szakmai közegben, hogy hát a busra miért nem azt ajánljuk, akkor így az volt a válasz, hogy hát de hát azt kieszi meg, azt nem olyan könnyű elkészíteni, mint a lazacot. Jó, nyilván, ha a lazacot sem szereted, akkor neked ahhoz sem jó hasonlítani, de egyébként az átlag fogyasztó ugye hiányolja a tonhalat meg a lazacot, hogyha azt el kellene hagyni fenntarthatóság miatt, de fűszerezni. Olyan jól lehet a halakat, mivel olyan nagyon-nagyon markáns íze, persze megvan a hal illata, de hogy annyiféle fűszer jól áll hozzá, például egy kakukkfű, mit használtam most hétvégén, nem, rozmaring. De jó, nagyon örülök, hogy amúgy most felhoztad a fűszereket, mert arra is ki akartam térni, hogy maguknak, én a magyar konyhát nagyon szeretem, de nagyon hiányolom benne a fűszereket. És a fűszereknek baromi sok jó hatása van. Tehát, hogy például a rozmaring, vagy a kurkuma, a kettő ilyen sztár a fűszerek között, így kutatás szempontjából, de hogy például az egyik kedvencem, hogy amikor a húsokat grillezzük, akkor heterociklusos aminok képződnek benne, ami rákkeltő. Viszont, hogyha rozmaringgal csináljuk, akkor ezt megakadályozza valamilyen szinten, tehát lecsökkenti ezt a tartalmat. És de emellett például, ugyebár a zöldségeket, ha viszünk be, sok benne az antioxidáns, de mi magunk is csinálunk antioxidánsokat, és a rozmaringban lévő anyagok pont ezt a folyamatot indítják be bennünk. Tehát, hogy fantasztikus dolgok a fűszerek, csak én amikor körbenézek így egyik ismerősöm például, amikor fűszerez, szerintem egy negyed teáskanálnyit rak bele, és akkor megnyugodott, hogy az már rozmaringos. És múltkor csináltam, nem tudom, valami egy tálételt, és tudom, hogy 6 teáskanált raktam bele, mert 2 bazsalikom, 2 oregano, 2 kakukkfű, meg még lehet, hogy raktam bele egy kis izsópot, mert nagyon szeretem, és annyira jó ízt ad, néha jellegtelen, például az ilyen, ez brokkoli is volt, és ennek alapvetően elég jellegtelen íze lenne. És isteni finom lett így. Tehát, hogy
Én ezt nagyon hiányolom, hogy bátran használjuk a fűszereket. Mert sokszor, amikor az van, hogy például nálunk is műtét után van a beteg, és akkor tudja, hogy már utána nézett az interneten, tudja, hogy rost és fűszerszegény étkezés javasolt. És mondom, milyen fűszereket olvasott? Hát, hogy úgy a fűszerek. Mondom, de hát a zöld fűszereket nyugodtan eheti, annak nem lesz például valami olyan emésztőszervrendszeri panasz, mondom, ne használjon nagyon csípőset most a műtét után persze, de a zöld fűszereket mondom bátran, a kaporttól kezdve a petrezselymen át a bazsalikom, oregánom, vagy például főzőkoronát, és akkor megkérdezik, hogy milyen fűszer tettél bele. Mondom, mindenfélét, amit találtam, megszolgálgattam, és ami jól passzol hozzá. Szóval a hal, és most, hogy visszakanyarodok egy pillanatra a fűszerekről, a fokhagymát szereted? Na hát a halhoz nagyon jól áll a fokhagyma. És akkor csak a végén, mikor már kész van, és egyébként a busa is például, de a legtöbb hal... Fokhagyma ízű lesz akkor... De ez hát nem csak elnyomás, egyszer, de meg kellett kóstolnom a kígyólevest is, és tudom, hogy csak gyömbér íze volt. Na tessék. Tehát lehet, hogy gyömbért rakok a halra is, és akkor lecsúszik. Vagy például én akkor csináltam hozzá egy olyan salátát, amiben volt zöldség is, meg spárgát is beleraktam nyersen, meg ugye most eperszezon van, akkor hogy pikáns legyen, és ne valami, nem tudom, milyen ízesített öntetet tegyek rá, tettem bele epret is, meg hozzá amarántot főztem, de az meg tiszta olyan volt, mintha kaviár lett volna mellette, és így oké, hogy a halnak is van egy adott íze, de annyi minden íz van még mellette, és én nem akarom ráderültetni, mert szerencsére a piacon vannak jó halolajkészítmények, és van olyan, akinél mondjuk a koleszterin szint csökkentő előtt még az orvossal egyeztetve elhagyhatjuk, vagy még késleltethetjük a gyógyszert, és akkor van olyan halolaj, ami magas hatóanyagtartalmú, és akkor igen, mert mondjuk sokszor lehet. Az a probléma szerintem, hogy túl alacsonyak. Tehát, hogy vannak néha nagyon alacsony tartalmúak, tehát a klinikai vizsgálatok ilyen 1-2 gramnál kezdődnek. Sőt, autoimmun betegségben 2,5-3 gram igen. Az, ahol láttak hatást. Most nem akarok márkát mondani, de van olyan, amiben benne van ez az 1 gram bőven. Igen, igen, én is ismerek párat, úgyhogy... Ja, sőt, van jónak egy... mondom. Igen. De hála a jó Istennek, találtam egy olyat, amit be citromot raknak, úgyhogy azt se érzem, mert ugye a halolaj kapszulának van egy ilyen nagyon kellemetlen... Nincs. Én nekem mindig van, én mindig érzem a halat. Amikor beveszem, kivéve ennél, itt citromos. Valahogy nagyon, nem tudom, citromilló lett, vagy ilyet raktok bele. Igen. Na hát ez a halolaj téma is, meg bármelyik étrendkiegészítőbe belemehetnénk, ez egy olyan téma, hogy ha már hal szaga van magának a készítménynek, akkor ott már lehet tudni, hogy az már igen. Nem jó, mert akkor pont az az antioxidáns hatás, amit kiváltana, hogyha a levegővel érintkezik, érzem a szagát, akkor ott az már hatóanyagtartalmas. Én van, hogy szerintem. A csirkén is hal ízt érzek. Tehát nekem a hal íz érzése az nagyon kifinomult. Úgyhogy lehet, hogy bennem van a hiba. Majd főzünk egyszer együtt. Mondjuk, az jó lenne. Igen, és akkor ugye ez volt az omega 3. Tehát láttam, amúgy vannak, mert ugye vannak vegánok, itt csak ezért térek ki, hogy léteznek algakészítmények, amiben van omega 3. Csak azok ugye jóval drágábbak. És akkor itt van az omega 6, ami mondjuk egy napraforgóolaj. Ha jól tudom a repcibe, azt, mint a múltkor mondtad, az is omega 3 inkább, vagy nem? Van benne egy kevés. Ja, akkor nem, kevés. Nem teljesen. Aha. De van, és a zsírsav összetétel szempontjából egy kicsit jobb benne az omega 3 arány, mint az olívába. Igen. Tehát, hogyha fűzni akarunk, akkor én azt szoktam javasolni, hogy ahhoz legyen a repce, és akkor ha olívaolajat akarunk, amiben ugye benne oldott anyagok lesznek kardioprotektív hatásúak, akkor salátára tegyünk néha egy hidegen sajtolt extra szűz olívaolajat. Igen. És amúgy olyan, tényleg olyan jó vizsgálatok vannak erre, és múltkor olvastam egyet, hogy odaadták a halolajat, ami ugye omega 3, mellette meg csökkentették az egyik omega 6-nak a bevitelét, ami az arahidonsav, tehát így egyszerre két irányból támadták meg ezt az arányt, és ott például reumatoid artritises betegeknek az ízületi fájdalma csökkent. Tehát, hogy szerintem nem is gondoljuk néha, hogy jaj, halolaj, sokszor legyintenek rá. Szerintem amúgy része kéne, hogy legyen vitaminoknak is mellette, vagy nem tudom, így összecsomagol, vagy valahogy, mert úgy lenne valahogy teljes. Vagy rendbe kell tenni az étkezését. Igen, mondjuk azt nagyon nehéz elérni. Szerintem azt mondják, hogy az, amit a mai társadalomban el lehet érni, és ideális lenne, az a 4:1. Tehát, hogyha azt már valaki eléri, az már teljesen jó. Igen. Meglepődnek, amikor hát pont egy mai tanácsadásból tudok idézni, hogy nem értették, hogy miért javaslok olajos magot, meg miért mondom, hogy legyen tök magolaj, aztán ha az elfogyott, akkor lemagolaj a hűtőbe mindig, mert hogy az zsíros, és hogy az hízlal. De mondom, várjon, most jön az, hogy elmondom a mennyiséget, hogy mennyit fogyasszon, és emellett meg lecsökkentjük a többi olajnak, meg hozzáadott zsíradéknak a mennyiségét, meg a zsíros tejtermékeket is átnézzük, hogy abból vajon mennyit fogyaszt. Igen, meg amúgy tök jó tud lenni, egy nem kell sok magvat megenni, hogy hirtelen az éjséget csillapítsa. Tehát ez mindig jó, hogyha ott van szerintem a táskában. Ez így van.
Nekem még az olajok kapcsán, ami miatt nagyon szeretem ezt a témát, mert neked is úgy kezdted, hogy ez az egyik kedvenc témád, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ilyen szélsőségeket fogalmaznak meg, ami teljesen érthető, mert egy komplex témát sokkal könnyebb feldolgozni, úgyhogy ha ilyen három csapás vonalra lebontom, de hogy kérdezik, hogy melyik a jó, a vaj, vagy a zsír, vagy a mangalica zsír, vagy az olívaolaj, és mindegyik jó valamire. Tehát például egy kacsa zsírban is vannak, tehát ez most a telített-telítetlen zsírsavakra próbálok kicsit játszani, hogy a kókuszolaj nagyon divatos volt, most már tudjuk, hogy az szinte, az egyetlen, ami kizárólag telített zsírokat tartalmaz. De egyszeresen telítetett, ugye? Mert a többszörös sentelített van a, vagyis hogy az a, mi ez, monoanszat, igen, mufa. Igen. És az az érdekes, hogy ott is láttam különbséget, hogy mondjuk egy disznózsír, amiben nem ilyenek vannak, mint a kókuszsírban, hogy volt olyan vizsgálat, ahol az mondjuk károsabb volt egy béláteresztő képességre, mint egy kókuszolaj. Igen, tehát hogy a kókuszolajnak vannak olyan speciális területei, amikor be lehet illeszteni. De amikor mondjuk szív- és érrendszer kapcsán beszélünk erről, akkor... és jönnek a kacsazsírral, akkor tudom mondani, hogy na abban vannak telítetlen zsírok is. Tehát, hogy be lehet illeszteni persze a disznózsírt is kis mennyiségbe, ha mellette vannak növényi olajok is, meg többszörösen telítetlen zsírsavak, és nyilván nem az fogyasztja rendszeresen. Tehát, hogy mindegyik zsírbe illeszthető valamilyen mértékben, és nyilván akkor nem fogjuk tudni egy normál hétköznapi táplálkozással reprodukálni azt az arányt, amit mondjuk egy ilyen vizsgálatban csinálnak, persze. De hát ugye az ott a vizsgálat az életben pedig az azért a szervezet tud adaptálódni ahhoz. Tehát ugye ennek a tökéletes aránynak nem egy nap alatt kell megvalósulnia, hanem úgy nagy átlagban. Tehát, hogy egy hét alatt ezt lehet úgy variálni, hogy azért a szervezetben, ahogy te is mondtad, hogy van átalakulás, azért ez kiküszöböli az apró, nem mondom hibának, hanem a nem irodalmi adatokat. Ez így szép. Ugye akkor egy másik fontos része egy gyulladáscsökkentő táplálkozásnak az antioxidánsok bevitele, ugye sokan zöldségekbe, gyümölcsökbe, nagyon sok vizsgálat van, ahol leírták, hogy x adag zöldséget, ha esznek, akkor mennyivel kevesebb különböző betegség kilakulása, tehát ezt tudjuk. Viszont szerintem én azt látom, hogy azzal van a baj, hogy nem merünk valahogy sok zöldséget enni, tehát vagy nem tudom, hogy nem tudjuk, hogy inkorporáljuk az étrendjükbe a sok zöldséget, mert szerintem annyi jó út van, ahogy valahogy be lehet rakni, például nekem most az egyik kedvencem a káposztás rántotta, tehát hogy káposztát földdarabolok. Káposztás rántott? Igen. Nagyon jó, mert mindig keresek utat arra, hogy tudnék még több zöldséget bevinni, mert tudom, hogy ilyen öt adagot tök jó, hogyha megeszek a szervezetem, rettentő boldog akkor. És isteni finom amúgy, mert hagyma, káposzta, meg mit szoktam, meg paradicsom, ezt így összepárolom, és akkor utána ütöm rá, meg egy rakat fűszer, és utána ütöm rá a tojást is. Annyira jó. Tehát, hogy vagy mondjuk egy smoothie-ba bele lehet rakni egy fél cukkinit bele szoktam, vagy egy nyers brokkolit. Jó, azt már simán, vagy akár a karfiót is, vagy a sima tököt, vagy a bármilyen salátafélét, igen. Neked vannak ilyen, hogy lehet valahogy beilleszteni zöldséget, amikor nem is gondolnánk olyan helyre, vagy hogy milyen cselek lehetnek erre? Hát, nagyon cselek. Valószínűleg, hogyha anyuka lennék, akkor lehet, hogy sokkal több ilyen lenne a tarsolyomba. Nálam, ami így alapvető szokott lenni, hogy bármilyen ételről van szó, ha sós ételt főzök, akkor ugye sokan használnak vegetát, vagy ízvarás, vagy egy borzalmakat. Bocsánat. És ugye abban nagyon sokszor van hagyma, sárgarépa, fehérrépa, zeller, fokhagyma. Na, én ezeket úgy, ahogy van, belerakom. Tehát, hogyha most megint a brokkolit mondom, most keresek egy másikat, sima húsleves, egy tárkonyos csirkeragú leves, valamilyen húsos ragú bolonyai. Mindig úgy kezdődik, hogy olajon megfuttatom a hagymát, sárgarépát, fehérrépát, zellert összedarabolva, aztán amikor már megpirult, akkor utána ráteszem a fokhagymát, és utána jön akár hús, akár a domináns zöldség. Tehát egy ez mindenbe kerül. Igen. Nekem is megvan, én figyelek erre, ezt nem tudom, ez úgy valahogy belém rögzült, hogy úgy számolom, hogy megvan a napi 5 egység zöldség, gyümölcs, és akkor figyelek arra, hogy a reggelimnél is legyen zöldség, és akkor ha éppen nincsen friss olyan, amiből salátát csinálnék hozzá, vagy összedarabolnám magamnak a karalábét, hogy azt fogom elrákcsálni a szendvicsemhez, akkor van, hogy én is rakom a rántottába, tehát hogy a cukkin is rántotta, a gombás rántotta, ezeket nagyon szeretem, csak így a káposztáról beugrott a lila káposzta, és elképzeltem egy lila rántottát. Az borzasztóan néz ki, egyszer úgy is csináltam, mert amúgy fehér káposztával szoktam, de múltkor
lila káposztát vettem, és borzalmasan. Tehát, hogy ha nem nézod, az ember isteni finom, de azt felszolgálni, azt csak a szeretteinknek szabad. Sőt, most pont a héten csináltam, rendeltem lila répát, mert most találtam, és ugye ezek a pigmentek, ezeknek nagyon sok jó hatása van. Tehát minél színesebb, annál jobb. És életemben nem dolgoztam még lila répával, úgyhogy bátran beledaraboltam a levesbe, és hát olyan lett volna, mint hogyha vérben ázott lila, minden lila lett, lila zöldségeket, meg tényleg, tehát nem volt étvágygerjesztő, de isteni finom volt meg. És a leveseket azt azért is szoktam rendszeresen javasolni, mert egyrészt egy szuper folyadékforrás, másrészt a levesnél nincsen szabály, hogy mit lehet belerakni, mit nem. És például én minestronénak hívom, de hát igazából valószínűleg a gyolasz fogná a fejét, hogy Isten, hogy lehet erre ezt mondani. De belerakok mindent, attól lesz számomra minestrone, hogy van benne egy kevés káposzta is, üvelyes, tehát akár csicseri borsó, akár fehérbab, és teszek bele paradicsompürét, vagy magába a paradicsomot, és akkor ettől piros lesz. És ebben mindenféle zöldség van, és ez van, hogy egy 10 literes fazék csurdultig van, és szinte megáll benne a kanál, de az tök jó, mert hogyha nagyon szeretnék én is meleg szendvicset enni, és előfordul, hogy megeszem tök simán a kolbászos meleg szendvicset, mondjuk ez azért ritkán fordul elő, de nyugodt szívvel megeszem, mert utána tudom, hogy eszek egy nagy tányért a levesből is, amivel beviszem azt a rostforrást, ha nem akarnám egyébként, akkor nem menném meg. Tehát, hogyha van egy héten egy olyan nap, hogy igenis nem eszek zöldséget vacsorára, majd eszek másnap, akkor bepótolom. De amúgy szoktam így számolgatni, hogy oké, reggelire megettem a szendvicshez a répát, meg a karalábét, akkor uzsonnár, vagy 10 óraira akkor eszek valamilyen gyümölcsöt, akkor az ebédbe, a fűzelékbe, ma éppen kelkáposzta fűzeléket ettem, akkor abban megint volt zöldség, és ott van a táskámban az alma, azt majd megeszem uzsonnára, és vacsorára. Te azt nem tudom, mert én régen nem ettem zöldséget, nem szerettem a zöldségeket. És olyan érdekes volt, hogy ahogy minél jobban beépítettem, annál jobban kívántam. Tehát most már egyszerűen furcsa ránézni csak egy szendvicsre, vagy csak egy valamire, és nincs mellette zöldség, és ez nekem annyira tetszik, aztán mondta egy ismerősöm, hogy azt is mondják, hogy a baktériumok kívánják azt, amit eszünk igazából. Tehát, hogy ha egy picit átalakítjuk a bélflóránkat, úgyhogy most akkor reagálnék is, mert Litter Tamás volt tette, hogyha egy 34 éven keresztül junk foodot evett, meg sört ivott, akkor azt hogy lehet megváltoztatni? Hát például így, hogy én az elején rá, picit rá kényszerítettem magam, hogy na, ezt most így, ezt meg kell lenni. Viszont azóta meg tényleg keresem, hogy még hogy tudnék bevinni zöldséget. Tehát ez egy olyan érdekes átalakulás. Igen, egyébként a dietetikának, amit csodálatos benne, és amit nagyon szeretek, az úgymond a nehézség is benne néha, hogy egy annyira team munkát igényel, és itt most nem arra gondolok, hogy be kell vonni viselkedésterapeutát, meg pszichológusa, nyilván valakinek krónikus betegsége van, akkor ott az nagyon sokszor az is bejön, meg a gyógytornász, tehát hogy egy személyi edzőt, aki rávesz arra, hogy egy jó példát mutasson, hogy lehet egészségesnek lenni, és hogy az milyen jó dolog. És kicsit itt bejön az is, hogy amikor valaki életmódot szeretne váltani, akkor valahogy fel kell mérni azt, hogy milyen az élethelyzete, mennyire van körülötte támogató közeg. Tehát anyukámat tudom mondani konkrét példának, ha elérakjuk rendesen az ételt, és a nagytál salátához le kell ülnie vacsorára, ami annyira jó salátákat csinálunk, annyira szeretem a vacsoráinkat, akkor megeszi, és utána néhány nap múlva, amikor nem figyel oda magára, akkor ő beszámol róla, hogy hiányzik. Igen. De amíg nem tettük elé, ő el volt a lekváros buktán. Amúgy itt... Szerencsére nem fogja meghallgatni, úgyhogy mondhatom róla nyugodtan. De hogy néha az is bennem, hogy az ember el se tudja képzelni, hogy az lehet egészséges. A finom, ami egészséges. Hogy lehet finom és élvezetes. És addig, amíg nincs egy ilyen intenzív tapasztalata, hogy ez nagyon jól esett, ez nagyon finom volt, jól laktam, nem érzem magam tőle nyuszinak, nem lettem éhes utána. Addig erről nehéz teoretikusan beszélni. Tehát van olyan a kórházban, amikor elmondom a betegnek műtét után, ott fekszik az ágyba, hogy erre kéne figyelni, arra, ezt főzön, azt főzön, le van írva minden a papír, és az egy kérdésem van, mondja a beteg, hazajön, ezt megfőzi nekem mindet? Na nem, adja át a számomat a feleségének, majd neki segítek, hogyha jönnek ez most így esetleg. Amúgy egyszer hallottam egy olyan jó mondást, az volt, hogy a kultúra vagy a szokások, azok nem tanítottak, azokat elkapjuk. Mert tényleg igazából a körülöttünk lévő közeg az, aki megtanít minket enni is, és ezért jó, hogyha valaki mondjuk vált életmódot, akkor megpróbálja egy picit hogy környezetét is úgymond rávenni, hogy megmutassa neki, mert az őt is segíti, meg igazából úgy fogja tudni tartani. Én most nekem
Hatalmas nagy élmény, pont ez lett volna a következő pont, hogy a különböző étel érzékenységek vagy allergiák, amikről nem tudunk, azok is ezt a gyulladásos folyamatot ugye fokozzák, úgyhogy fontos rájönni, hogyha esetleg van ilyen, mert ezeknek az előfordulása amúgy egyre gyakoribb a mai társadalmunkban. Na és erre én imádom az eliminációs diétát. Én szerintem erről egyszer beszélgettünk veled, de hogy én mindenkinek egyszer fölírnám, hogy próbálja ki, mert most pont a barátom csinálja. 3 hétig kiveszünk rengeteg mindent, ami okozhat problémát. És hogy utána ezt vissza kell vezetni egyenként, és megnézni, hogy van-e valami tünet. És annyira jó, hogy ma is hívott, hogy ez milyen fantasztikus, hogy mióta elkezdte 2 hete, neki előtte nagyon sokszor fájt a feje, meg migrénes fejfájás, meg minden volt, és mondta, hogy 2 hete nem fáj a feje. És hogy ezt ő nem is tudja, hogy ez valami csodálatos érzés, meg hogy milyen könnyű. És hála jó Istennek ma mondta, hogy ő ezt szeretné, nem ezt a nagyon szigorút, de szeretne egészségesebben élni, mert hogy ez egy tök jó érzés. És én is végigcsináltam már amúgy, és érdekes volt megélni, hogy mondjuk a tejtermékektől nagyon nehezen éreztem magam. Hát meglepetésemre a kávét, amikor visszavezettem, az nem volt jó érzés, pedig azt hittem, mert nagyon nagy kávé függ. Tudom képzelni, és meg is iszom. De tényleg, tehát én imádom a kávét, de most már tudom, hogy nem, nincs rám jó hatással. Tehát amikor elhagytam, sokkal energikusabb voltam. Zöld teát ittam, aminek csillió jó hatása van. Az így van. Igen. De a kávénak is. A kávénak is vannak jó hatásai, csak ott azért nem minden emberre hat ugyanúgy. Főleg azért, mert nagyon nagy különbség van, hogy bontjuk le a koffein. És amikor visszavezettem, tök nyomott voltam tőle, de azért megiszom a napi egyet, mert nagyon szeretem, tehát valamiről nem mondok le. És tehát ugye ez is egy érdekes teszt szerintem. Nem tudom, hogy neked voltak olyan beteg, akikkel végigcsináltad, és mik voltak a fő dolgok, amik esetleg kijöttek? Hát nálam az eliminációs diéta az nem élvez ilyen osztatlan sikert. Olyan szempontból, hogy hozzám úgy jönnek, vagy úgy küldenek kollégák sokszor beteget, hogy ezzel nem tudom, mit kezdjek, Adri, elküldhetem hozzád. És akkor, amikor megkapok egy olyat, akinek kijött a laktulóz, hogy pozitív a laktulóz kilégzéses vizsgálata, hisztamin intoleranciája is van, mert a DAO enzime alacsony, és akkor még ilyen érzékenysége van, meg olyan, akkor egy ilyen esetben az eliminációs diéta annyira szigorú, és annyira egy ilyen pszichológia alkalomnak érzem néha, hogy elmondjam neki, hogy de higgy el, hogy ez csak átmeneti. Itt vagyok, ha valami kérdés, írjon egy e-mailt, megmondom, hogy át vagy B-t vegye meg. Tehát, hogy ott az annyira szigorú, és akkor próbálom mondani nekik, hogy azt reméljük, hogy most tartjuk ezt a szigorú diétát, 2-3 hét után elmúlnak a panaszok, akkor az azt jelenti, hogy ott volt valami, ami tényleg panaszos, és utána elkezdjük visszavezetni, mint a kisbabáknak a hozzátáplálásnál, mindig bemutatunk valami újat a szervezetnek kis mennyiségben, és mivel ezek annyira szigorúnak éli meg a beteg, én tudom, hogy nem az, mert még mindig kedvesebb diétát javaslok neki, mint mondjuk, amit letöltött interneten, mert így elküldik, és mondom, és akkor mitől kellene jól lakni? Na és akkor egy ilyen diétával végre jobban van, és elkezd enni, az egy olyan felszabadulás, és persze jön az öröm, meg a visszajelzés, hogy legalább ez jobb. Még mindig puffadok, de 40 évesen olyan a teljesítőképességem, mint 20 pár évesen. Hát, tehát ezeket igen. Csodálatos hallani. Ettől függetlenül az az élmény, amit a tanácsadáson átélek, hogy elmondom, hogy ezt teheti, ezt nem, ezt ekkora mennyiségben, azt így egye meg, ezt majd később, majd ezt vezetjük be elsőként, hogy én rutinszerűen, mivel ugye nem csak fejfájása van, hanem szegény 5 éve puffad, és már az orvos pszichiáterhez küldte, mert nem akarta elhinni, hogy esetleg egy dietetikus segíthetne neki. Úgyhogy én rutin szinten nem javasolnám, de én értem, amiről beszélsz, és tényleg egy nagyon jó dolog. Hozzám valahogy nagyon összetett olyan betegek kerülnek, hogy én miattuk, akinek nincsen olyan szignifikáns baja, azt egyen. Mondjuk nekem azt tetszik, hogy az anyag, ami nekem van, ott persze le van írva, hogy mit nem ehetsz, de van például táblázat benne. Ha ezt kívánod, akkor egyed ezt. Hogyha, mert ugye megmutatja, hogy mi az, ami hasonló. Sőt, van egy lista, tök király, mert be tudja akár az ember laminálni is, és előveszi a piacon, hogy mit vegyél. Tehát nem az van felsorolva azon a listán, hogy mit ne egyél, hanem föl van minden sorolva, amit egyél. Persze, én is adok olyan listát, hogy mit ehet, de amikor meglátja, a nem ehetek és ehetek, az azért akkor is sok, és akkor sajnos még jön a felnőtt emberektől, és akkor elmondja nekem a beteg, de ezt nem szeretem, hogy akkor mit csináljam. Hát,
Nem tudom, tehát hogy az már, és még sajnos sokszor ilyen is társul hozzá, hogy az életritmusához nem passzol, hogy úgy egyen, vagy fáradt, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ezek ilyen halmozottak, és tudom, hogy mennyi minden tehet, és mivel én ezt tudom, ezért próbálom azt nézni neki, hogy azt nézze meg, hogy mennyi lehetőség van benne, és ne a korlátokat, és végigvesszük a reggeli, ebéd, vacsorát, hogy konkrét példákkal menjen el. Valami forrás, amiből mondjuk, ha nem a nagyon beteg embereket vesszük, hanem aki tényleg szeretne jól étkezni, és jó ötleteket találni, nem tudom, neked van valami kedvenc könyved, vagy internetes forrásod, vagy neked minden a fejedbe születik meg, és hát most mondanám, hogy az én könyvem, de nem veszem elő a saját könyvemet se, de olyan jó, otthon rongyosra van olvasva, meg voltam, hogy vendégség vagy a WC-ben volt az újságok között a könyv rongyosra olvasva. Én nagyon intuitíven csinálom ezt az egészet, mert hála Istennek, én nagyon egészségesnek érzem magam, úgyhogy én mindig, amit találok, mindig megrendelek egy zöldségcsomagot hetente, de olyan ládányi zöldséget, gyümölcsöt, hogy a futár nem tudja felhozni, már én megyek le érte, hogy felvigyem, és akkor azt fel kell dolgozni a következő egy hétben, és akkor azt csinálok belőle, amihez éppen kedvem van. Igen, és mondjuk megjön az ötlet, tehát hogyha az ember elkezdi, az elején olyan, hogy jaj, mit is, de aztán tényleg, hogyha úgy egy idő után bátrabb lesz. Tehát most már én is bátran hozzárakok, hogy így, azt sem tudom, tényleg a kajáimnak, a felének nincs neve. Hát igen. És így meglátom, és elkezdem összerakni, és ami tök jó lesz. És én azért is szeretem, hogyha megrendelek előre egy nagy adagot, mert ha már otthon, akkor ételt nem dobok ki soha. És ha nem lenne otthon, akkor én nagyon boldogan megenném a zöldségmentes bolonyait. Tehát, hogy én amúgy imádnám, tudnám, tehát rendszeresen nem csinálnám, de úgy, hogy ott van, úgy van mihez nyúlnom, hogyha főzni akarok. Illetve azért is szeretem, hogyha ezt így megrendelem, mert akkor tudom, hogy nem lesz az, hogy a piac már bezárt, rendelni már nem tudok a hét ezen napján, és akkor vegyem meg a boltba a Hollandiából hozott pakcsolyt, mikor tudom, hogy pakcsoly szezon van, vehetnék a piacon, és tudom, hogy ami messziről jön, annak nem is lesz olyan vitamintartalma, na, akkor azt meg pláne nem fogom megvenni, mert csak azért, hogy szép színes legyen a tányérom, közben a tápanyagtartalma nem olyan, akkor úgyhogy nekem ez nagyon bevált, ez a zöldségrendelés, de ez is mindenkinek más. Tehát, hogy én el tudom mondani, hogy nekem mi a jó, meg milyen lehetőségek vannak, meg te szereted összekombinálni, de simán van olyan, aki azt mondja, hogy nem, én krumplis tésztát akarok enni, azt is meg lehet tanítani zöldséget enni. Meg aki azt mondja, hogy igenis túrós csúszát akarok enni, az is. Nekem a magyaros ételekhez nagyon sokszor a savanyúság passzol. Ezt akartam mondani, hogy nekem amikor mondtad a krumplis tésztát, cékla. Nekem az a csemegelaborb, és akkor nagyon sokszor rajzolok a tanácsadáson, így saját magamnak is jó, meg néha a betegek, akkor végre felnevetnek a sok info után, hogy lerajzolom, hogy a tányér tele van krumplis tésztával, és akkor ott kóvályog egy kis uborka a tányér szélén, mondom, nem ez. Hanem akkor vegyen jó nagy adagot belőle, meg igenis egyen alma paprikát is, meg savanyú káposztával töltött paprikát, meg a gyöngyhagymát, meg az ilyeneket. Tehát, hogy a magyaros ételekhez én a legutóbb hát túros csúszát ettem pirított szalonnával, jó, nyilván nem raktam rá sokat, meg lehagytam róla a tejfölt, de ott volt a piacos, teljes zsírtartalmú túró, és akkor szépen a tányér felén a tészta volt, a másik fele az meg teli volt savanyú káposztával. Igen. És akkor így lehet egészségesen hagyományos ételekkel is. Igen, csak bátran kell mellé rakni, mert én azt látom az éttermekben is, amikor kihozzák, nagy adag, és egy kis pici, de nem, jól lehet lakni ezekkel teljesen, csak kell belőle mennyiséget enni. Amúgy a cukkinit azt például úgy fedeztem fel a smoothie-ba, hogy mert mindig brokkolit raktam bele, mert ugye az nyersen sokkal jobban megmaradnak benne az anyagok, hogy pont kimaradt egy, és tudtam, hogy már nem tudok vele mit csinálni, és úgy raktam bele. És amúgy én nagyon szeretem a smoothie-kat is, általában heti egyszer eszek, mert az se jó, hogy rágni is kell, meg hogy ez nem, nem szabad rohanva, az általában tényleg akkor kell, amikor tudom, hogy nem lesz időm csinálni kaját. De sokan, hogyha azt mondjuk, hogy smoothie, mire gondolnak? Banánturmix, eperturmix. Hogy néz ki egy jó smoothie? Miket kell belerakni? Mert nem csak gyümölcsöt kell belerakni. Az úgy néz ki, hogy ugye amikor a könyvemet is írtam, akkor is úgy voltam vele, hogy a smoothie az tipikusan most egy nagyon divatos, nagyon egészséges ételnek van számon tartva, és be lehet illeszteni, ugye amikor csak gyümölcs, akkor az egy elég nagy szénhidrát löket, nem feltétlen ideális, de hogyha víz alapú lesz a smoothie-nk és zöldség alapú, vagy, akkor, itt csak hozzáteszem, igen, alapnak imádom a zöld teát, mert nagyon sok jó hatása van, és aki nem szereti a zöld, tehát nem érzi meg benne, de mégis bevisz egy jó nagy bögrével.
Igen, azt is abszolút lehet, vagy növényi italt például, ha valaki túl sokat csinált, nem tudom, bár azt mondjuk nagyon irigylem, aki mandulatejből, vagy mandulaitalból otthon véletlen sokat csinál. Tehát, hogy azokkal is lehet, nyilván nem mondom, hogy rizsital legyen az alapja, meg zabital, mert akkor még mindig az lesz, hogy egy jó nagy szénhidrát löket, de aki egészséges, meg sportol, meg ilyenek, az nyugodtan ihatja. Szóval, hogy a kérdésre válaszoljak, mindig vízzel hígítom, és nem tejjel, meg ilyenekkel. És mindig van valami zöldség alapja, tehát a jégsaláta például tök íztelen, azt is bele lehet rakni, uborkát, cukinit, ezeket héjastól. Igen, úgy raktam. Brokkoli, karfiol, szárzeller. Azt nem szeretem. Például, akkor tessék neked, aki ajánlottad a zöldet, ha valaki nem szereti, ha a szárzellert belerakod, és amellé teszel még valamit, aminek domináns íze van, akkor az elveszi az ízét. De ha nem szereted, akkor nem kell erőltetni. És akkor kis részben valamilyen gyümölcs, ami nekem ilyen tuti, és nagyon szeretem, az a homoktövisvelő. A legtöbb ilyen bioboltba, csomagolásmentes boltba kapható, ráadásul hazai homoktövisvelő. Nagyon jó intenzív íze van, elképesztő mennyiségű hígítás bír, tehát szerintem durvábban lehet hígítani, mint egy szörpöt. Például azt is rakni bele, és akkor valamilyen gyümölcsöt, aminek éppen epret. És ezekbe is lehet fűszert rakni. Ja igen, én mindig rakok bele egy jó nagy adag kurkumát, mert annak sincs intenzív íze, meg fahéjat, ez a kettő ilyen állandó. Ezeket is lehet, és valamit még nagyon akartam mondani. Én lemagolajat szoktam bele rakni. Na ezt akartam hogy legyen benne zsír, hogy tényleg legyen tápláló része, meg ha fehérjét, vagy valamit akarok, még rakok bele mondjuk diókrémet, vagy mandulakrémet. Igen, ezeket is lehet. És megint elfelejtett, megvan, csírákat például. Oh. Tehát, hogy például, amikor valami zöldet akarunk belerakni, nekem ilyen a lucerna csíra az a nagy kedvencem, például azt is lehet. Vagy ha valaki szeretne egy kis dabot beleturmixolni, azt is lehet, hogy zabkorpát. Jó, nyilván akkor már darabos lesz, nem lesz olyan teljesen. Azt is meg lehet inni. Néha olyan dolgokat van, belemarázsolok. Hogyha valaki szeretne koffeinmenteset, és akkor mondjuk kihagyná a teobrominta, és akkor mondjuk ne kakaót tegyen ebbe a gyümölcsös smoothie-ba, hanem mondjuk karopport. Én azt tökre szeretem promotálni, mert ugye messzebb, közelebbről jön, mint a kakaó, és annak is vannak nagyon értékes növényi hatóanyagai. És kicsit édeskésebb ízű is, mint a kakaó, úgyhogy például ezzel is fel lehet dobni. Tényleg, igen, kakaót szoktam, de karobot még nem próbáltam. És amit még ugye föl szokott merülni zöldségeknél, az a bio. Hogy valami jó-e, hogy bio vagy nem. Direkt utána néztem, hogy milyen különböző vizsgálatok vannak, és azt láttam, hogy azért nincsenek nagy vizsgálatok, nincsenek egyértelmű összefüggések, de azért leírták, hogy mondjuk terméketlenség kisebb volt az előfordulása, vagy bizonyos rákok, de ezek még nincs okokozati közte, de azért van egy kevés adat arról, hogy esetleg jó lehet, mert kevesebb peszticidet viszünk be, kevesebb, nem tudom, kadmiumot és a többi, hogy neked mi a véleményed a bióról? Hát ugye, mivel a környezettudatosság felé is húz a szívem, itt fontos, hogy a bió, hogyha messziről érkezik, akkor az nem biztos, hogy sokkal jobb lesz, és nagyon sokszor, hát már kicsit javul a helyzet, de azért egy időben, hogyha bió volt a nagy áruházak polcán, akkor az messziről jött. És nagyon sokszor mondjuk bió banán volt, meg bió kiwi, meg bió mangó. Úgyhogy az nem feltétlen lesz jobb választás. Ha be van csomagolva az egész műanyagba, és ahogy mondtad, hogy például termékenységgel is kapcsolatba hozták, hogy a bió egy kicsit kedvezőbb volt ebből a szempontból, azért a mikroműanyagok kapcsán is lehet ilyen adatot találni bőven, hogy az sem ideális. Szóval, ha bió, akkor én elsősorban hazai kistermelői árukat szoktam javasolni, és például a lila répánál is bekapcsolt ez nálam, hogy ugye minél több színanyagot viszünk be, azok a színanyagok, növényi hatóanyagok egymás hatását erősítik, annak nagyon magas az antioxidáns tulajdonsága, és minél színesebb valami, annál több lesz benne az ilyen fitovegyület, és kistermelőnél sokkal nagyobb eséllyel fogunk mindenféle színű zöldséget, gyümölcsöt találni, mint mondjuk egy nagy termelőnél, aki monokultúrásan termeszt fehér vagy sárga tévépaprikát. Nekem egyszer az édesapám mondott egy olyan jót, hogy azt mondta, hogy ha megyek piacra, mindig nézzem meg, hogy aki árulja, milyen a körme melletti bőr. Mert hogy ha mondjuk kereskedőhöz megyek, neki szép lesz a keze. De aki kistermelő is, ő maga dolgozza meg a földet, annak a körme melletti bőrbe az a kosz, azt nem lehet kimosni. Azt neki tényleg látszódni fog az a kosz, amit nem azért koszos, mert nem mosott kezet, hanem a munkától. És mondta, hogy attól kell megvenni.
És ez nekem annyira tetszett, és tényleg megfigyeltem, mert van egy kedvenc nénim, uh-huh. és neki is ilyen a keze, és ő olyan aranyos, mert mindig hoz 15 darab paradicsomot, meg 6 répát, uh-huh. tehát nagyon keveseket, látszik, hogy a kertjéből. De igen, ez is egy... Van veszélye a biónak. Ez egy nagyon-nagyon összetett téma. A biominősítésért, mint a legtöbb ilyen hangzatos, meg vásárló, csalogató plecsnyiért sokat kell fizetni. Uh-huh. Tehát amikor mondjuk egy olyan kis termelőről beszélek, aki mondjuk 100 féle terményt is kínál, mert hogy nem teheti az ő kis gazdaságát föl egy terményre, mert hogyha azt elkapja valamilyen kártevő, ráadásul azok általában a kártevőnek jobban kitettek is, akkor ő bukta az egész évet. Tehát nála nagyon sokféle van, és mind az összes terményt ellátni biominősítéssel, az olyan papírmunka és olyan költség, tehát lehet az is nagyon jó, ami nem bió. Illetve most ennél a néni, nem a néni ellen akarok szólni, de nem tudom, hogy a néni tudja, hogy az utolsó azért biztos, hogy valamilyen vegyszert használ, tehát a bió is használ vegyszert, igen, most nem és a bióra nem tudom, mondtam, hogy csak... tudja a néni, hogy pontosan hány nap kell a szüretelés előtt a permetezésnek, hogy azok a hatóanyagok lebomoljanak, mert attól lehet az bió, lehet jó valami, hogy vegyszerezték, mert egy idő után lebomlik, tehát beveszek egy algopirint, az se lesz egész meg életembe hatással tudom. Rám, ez így van a növényvédőszereknél is. Meg tudom, a növényvédőszereket is biónál is lehet valamennyit használni. Persze. Csak nem olyan közel az aratávé a születeléshez. Igen, illetve sokkal kisebb mennyiséget is használnak. Igen. És nagyon jól tudnak játszani ezek a termelők azzal, hogy vagy nagyon triviális példa, hogy tudom én minden második sorba hagymát tenni, és akkor bizonyos kártevőket a hagymának az illóanyagai elűznek. Tehát, hogy ők ilyennel is mahinálnak, illetve mondom, ha sokféle termény van egy adott földön, illetve a kistermelők jobban is figyelnek arra, hogy a talaj vitamin tartalmát jobban visszapótolják, akkor egy ilyen növény ellenálló képessége sokkal erősebb. Ergo azt már eleve kevesebb vegyszerrel kell karban tartani. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy bio, akkor én ezt azért is szeretem, mert ezek a gazdák, ezek figyelnek arra, hogy a terményük ne tegye tönkre a talajt, ne legyen teljesen kizsigerelve, és erre vannak vizsgálatok, hogy régen, amikor a talaj minősége jobb volt, akkor mennyivel magasabb volt a terménynek a vitamin, ásványanyag, antioxidáns tartalma, mint a mainak. Uh-huh. És ma is, ha összehasonlítunk egy importáltat, vagy egy nagy termelőit, vagy egy kis hagyományos gazdálkodást, akkor ott nagyon jól kijönnek ezek a különbségek. Nem 100%, de nagyon jelentősen, szignifikánsan magasabb tápanyagtartalma lesz egy kis termelőnek. Tehát ha drágább, azzal lehet, hogy több pénzt fizetünk ki, de sokkal hatékonyabban tehetünk az egészségünkért, és akkor és kihagyhatjuk a magyar kisgazdákat. Igen, és kihagyhatjuk az étrend kiegészítőket, hogyha meg tudjuk valósítani ilyen formán a táplálkozásunkat. Igen, és akkor nem egy gyógyszer lesz a válasz a betegségre. Igen. És akkor itt csak a végére még annyit, ugye szó volt arra, hogy mit együnk, de mi van akkor, hogyha nem eszünk? Tehát itt a böjtölésről csak egy annyit, hogy sokat halljuk, hogy napi 5-ször egyél. De ugye vannak olyan vizsgálatok, ahol diabéteszes, tehát cukorbetegeknél csinálták meg azt, hogy heti egy napot nem ettek, hanem ez a, hogy van ez magyarul, amikor imitálják a böjtölést, tehát hogy 400 kalóriát vittek be. És ez csak egy hónapban 5 napról beszélünk, vagy 4-ről, és már meglátszódott a különbség az inzulinba, a vércukorba, meg ezekbe. Tehát te ajánlanád szakember mellett mondjuk akár egy cukorbetegnek a böjtölésnek valamilyen formáját? Cukorbetegnek nem. Azért nem, mert nincsen benne tapasztalatom, és nem olvastam ezt, nem specializálódtam rá, úgyhogy cukorbetegnek nem tudnám. Egy inzulinrezisztensnek, vagy aki egészségesebb szeretne lenni, vagy szeretne mondjuk testtömegcsökkentés érdekében valamit mahinálni, és mondjuk szimpatikus volt számára az intermittent fasting, neki abszolút javasolnám. És tudom, hogy van szerepe, és amikor azt mondjuk, hogy egyél egy nap 5-ször, véletlen se azt mondjuk, hogy folyamatosan rákcsálj megállás nélkül. Nem egészséges a gastrointestinális rendszernek egyáltalán. Tehát jó, én is van, amikor olyan nap, hogy otthon vagyok, semmit nem csinálok, van olyan, hogy én is csinálok egy ilyen böjtölős szakaszt, én egy hónapban egyszer szoktam ezt beilleszteni. Jó szerepe van, tehát nem kell megijedni és pánikolni, ha éhesek vagyunk. Ugye a mai világban már minden sarkon elérhető az élelmiszer, igen. Tehát túlzásba esünk. Viszont ha éhesek vagyunk, akkor meg enni kell, és meg kell nézni, hogy jól vannak-e összerakva az étkezéseink. Tehát, hogy alapvetően állandóan éhesnek lenni nem jó, nem. De amiről te kérdezel, az intermittent fasting van szerepe.
Igen, én kipróbáltam azt is, hogy 14 órát nem ettem, és tök érdekes volt, hogy 2 hét után már csökkent az éhségérzetem, uh-huh. tehát hogy tényleg hozzászokik a szervezet. Egyszer kipróbáltam a 2 napig, hogy nem ettem. Azt csak próbálnak, szeretem kipróbálni a dolgokat, és amúgy az első nap közepéig nagyon rossz volt, és talán a második nap közepéig teljesen rendben voltam. Aztán utána meg tudtam volna enni 2 marhát, de hogy igen, tehát hogy azért, hogyha ezt az ember normális keretek között csinálja, akár életünk végig meg lehetne csinálni, a 12 órás az még egyszerű is, hogyha belegondolunk, hogy 12 órát nem eszünk, hogy tényleg figyeljünk arra, ez nem csak egy ilyen humbug, hogy ja, igen, nem szabad 6 után enni, azért nem, mert a szervezetünknek ezzel egy óriási szívességet teszünk, mert mi is, hogyha dolgozunk 8 órát, ne várjuk el a szervezetünktől, hogy meg legalábbis a bérrendszerünktől, hogy egész nap dolgozzon. Jó, azért a 6 után evés az nem rossz dolog, tehát hogy aki éjfélkor fekszik le meg 11-kor, az ehet 6 után nyugodtan, tehát ilyen szabály nincsen. Az tény, hogy ne együnk állandóan, meg lefekvés előtt közvetlenül ne együnk. De hogy ugye, az fontos, hogy nem az intermittent fasting lesz a kulcs, hanem a sok apróság együtt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És biztos lesz még alkalom, amikor szeretettel várlak vissza. Köszönöm.